Sziasztok, a mai részben a DJI Neo-t fogjuk letesztelni, azt a funkcióját, amire szánta ezt a cég, tehát egy utazóbarát, bárki számára elérhető drónt készítettek, amihez még akár távirányító sem szükséges. És nézzük meg a képminőségét és a hatótávját, hogy valóban megfelelő drón ez bárki számára. Sziasztok, itt van velem Garbár Tamás, aki pont drónvásárlás előtt áll, ugyanis indul Kanadába, és arra gondolt, hogy az új DJI Neo a tökéletes választás lenne számára, hogy elvigye magával, és egy ilyen kvázi utazóbarát drónként funkcionáljon, pláne úgy, hogy telefonnal is lehet ugye reptetni, valamint előre beállított módok vannak rajta. Nézd meg mekkora! Én most látom először is. Tudtam, hogy kicsi, de nem gondoltam volna, hogy ennyire. Szóval, De ha túl közelről nézed, akkor lehet, hogy annyira nem kicsi. Szóval igen, megdöbbentően kicsi és könnyű. Nyilvánvalóan ugye erre szabályozás is van, hogy ezeket nem lehet ám mindenhol csak úgy reptetgetni. És valóban arra gondoltam, hogy a külföldi utazásomra magammal vinnék egy kis drón, csinálni pár látványos videót sztoriba, Instára, meg hasonlók. Na nézd meg, hogy alapesetben hogyan kell elindítani ezt a drónként, szinte távirányító nélkül is reptethető. Természetesen lehet távirányítót is csatlakoztatni hozzá, mint hogy a telefont is. Megnézzük, hogy telefonnal mennyire lesz jó az irányítása és milyen hatótávot tudunk vele elérni. A felbontás az 4K 30 fps maximum, de hát ha őszinte akarok lenni, akkor nem láttam igazán jó felvételeket még erről, tehát nem látom azt, hogy mennyire jó felvételt készít, mert vagy a YouTube butítja le, vagy tényleg annyira nem az igazi. Hiába 4K, hát annyira nem tűnik ütősnek. Gondolom a szenzorméret is befolyásolja, nyilván túl nagyot azért nem tudtak belepakolni. Igen, 15 perc körül mondják azt, hogy az a tényleges egyébként üzemelési vagy repülési ideje. 17-18 perc, tényleg, de azért negyed órára lehet körülbelül számolni. És mindjárt megmutatjuk nektek, hogy előre beállított módok vannak rajta, amivel ilyen rakéta, követés, stb. előre be tud szállítani rajta, csak egy gomb segítségével, és a tenyeredből felszáll, és igazából csinálja magától a dolgot. Nincsen benne szenzor, szóval oda kell figyelni, hogy mi van a környéken, mert ha elkezd körözni, akkor neki mehet simán egy fának, bár van rajta propellervédő, nehezen töri össze magát, de azért érdemes rá vigyázni. Az ára az olyan 80 ezer forint körül van, szóval tényleg egyébként ilyen utazóbarát a mérete, az ára, meg egyébként a tudása is. És tenyérből száll fel, beregisztrálja az arcodat, és egyébként azt néztem teszteknél, hogy ha kicseréljük egymást, akkor engem utána nem követ le, a téged regisztrál be. Ha egy fa mögül nézünk ki, akkor sem. Érdekes vajon, ha mindketten feketében lennénk, akkor összekeverne minket, vagy sem. Az igaz. Megnézem, van-e fekete póló nálam? Átöltözök gyorsan. Jó, akkor nézzük egy éles tesztet, jó? Kapd le a lencsevédőt róla. Azt úgy le kell húzni. Rakd zsebre addig. Oké, ezt legkönnyebb elhagyni talán. Okay, és tényleg nagyon fontos feature, hogy látjátok, nem vettünk elő telefont, szóval telefon nélkül is szuperül megcsinálja azt, amit kérünk tőle. Itt ez a kis gomb, kiválasztjuk, hogy milyen módot szeretnénk, merre repüljön, hova menjen. Figyelj, szerintem legyen a követés első körben, és akkor meg kell nyomni ezt a gombot, tartsd az arcod elé. Na és hát majdnem neki ment a kamerának. Beregisztrál téged, ha eljövök előtted. Látod? Akkor se tévesztel. Nem megy át. Jaj, hol vagy? Na menjen, nézzük meg, hogy lekövete. És tényleg megy. Vigyázz, támad! Menj vele szembe! Megáll. Aha. És egyébként forgatja is a gimbalt. Most egy picit elvesztett. Hello, itt vagyok. Aha. Menjél, bújjál be a fa mögé! És nézd meg, hogy megy! Aha. Megállt.
És ilyenkor elméletek már ugye rögzül is a felvétel. Nézd meg! Azta! Oh, tiszta Jedi harcos. És ha kirakod a tenyeredet, elméletileg akkor le is száll. Hát ez... Fantasztikus. Ahogy nagyon vicces. Nagyon. Sokkal munkásabb, mint amire gondoltam. Olyan, mint egy ilyen kis kutya jönne utánad, nagyon lelkesen. És mielőtt tovább mennénk, jöjjön egy szponzorblokk. A videó támogatója az Artlist. Ha videós vagy tartalomgyártó vagy, az Artlist a tökéletes hely számodra. Ez az egyik legnagyobb zenelicenszelési platform, de most már annál is sokkal több. Itt minden megtalálható, ami kell egy videóhoz. A legjobb zenék, hangeffektek, stock felvételek, sablonok és sok minden más. És most olyan újdonságok vannak, ami elképesztő. És ha a linkemen keresztül regisztrálsz, ráadásul 2 hónapot ingyen kapsz az előfizetésből. A részleteket megtudod a videó leírásába, ott a link, kat rá, és most folytassuk a videót. 4 méterre fog elmenni. És ha valami most lenne mögötte, akkor konkrétan neki menne. Így van, még jó, hogy a kamerát ezt éppen kikerülte. Mert egyébként be lehet állítani 4 méternél többet is? Mindjárt megnézzük az applikáción keresztül. Csináljunk még egyet, jó? És akkor azt utána applikációt fogunk. Helix jön. Circle. 2 méter. Hoppá. Szóval azért lecsukom. Ez jó, hogyha majd Kanadában valami vízes és szélére kiállsz. Igen. Kifejezetten azért gondoltam, biztos lesznek látványos helyek, ugye egy ilyen road tripre megyünk az öcsémmel, és megnézzük, hogy találunk valami jó spotot, ahol tudunk frankó képeket, videókat készíteni vele. Na, meg is jött. Most előveszem a telefonomat, mert én már letöltöttem az applikációt. Mondom, hát, hogy a távirányítóhoz csatlakozik. Képzeljétek el, van egy DJI Mini 4 Pro, és ahhoz van egy távirányító, és lefrissítettem mindent, és valamiért nem találja. Szóval lehet, hogy én hibáztam valamit. Oké? Okay. És akkor élőképünk már van. És akkor látod, itt tudod beállítani ugyanúgy ezeket a módokat. Igen. És van itt a beállításoknál, meg tudod nézni, hogy 4K, 30 FPS, normál, JPEG, stb. Na, nézzük meg a manuál kontrollt. Take-off. Figyelj, próbáld ki te, mert neked lesz érdekes ez. Oké. Okay. Hogy... Nézzük meg, hogy vajon, ha megyünk feljebb... És amúgy azt, ha megnyomod, akkor indítja a felvételt talán? Nézzük így meg. Van, gyanítom. Aha, igen, bizony. Most indítja a felvételt, szóval ideig nem volt felvételünk. És vajon lehet-e tiltelni a kamerát, mert hogy jó lenne, most már egészen magasan vagyunk, de jó lenne, hogyha kicsit tudnánk lefele fordítani a szenzort. Aha, ott fent. Az bizony, ott is van. Ott is van. Nagyon okosak vagyunk. Nagyon jó. Ah, de jó. Körbefordulunk, nézzük, fordítsuk le teljesen a szenzort, mi is látszódjunk. Ott vagyunk a pusztában. Aha. Megfeljebb szaladok egyet itt a sárban. Én kíváncsi vagyok, hogy vajon hazajön-e. Nem, egyelőre nem kapkod a srác. Érdekes, annak idén volt egy DJI Spark-om, azt, hogyha haza hívtad, az haza is jött rendesen. Bárhol jó, is igen, volt. Igen, nem tudom. Jó, megállítjuk ezt a leszállást, mert ez valóban a puszta közepére szállna le, hogyha megkérnénk erre. Ez mondjuk nem vicces egyébként. Kíváncsi lennék, hogyha mondjuk kritikus szintre csökken az akkumulátor, akkor vajon... Akkor ott helyben leszáll, ahol éppen van. Aha, igen, azt és akkor az mondjuk egy tó felett van, akkor ez egy roppant kellemetlen. Figyelj, nem rossz. Nagyon jó, hogy van ez a lehetőség, hogy lehet telefonnal irányítani. Nekem picit furcsa volt az elején, amikor kiderült, hogy ez kifejezetten úgy készült ez a drón, hogy csak a gombokat nyomogatva, előre beprogramozott üzemmódokból választva lehet használni. Azért jó, hogy megvan ez a lehetőség. Nézzétek, itt egy hasonló méretű bogár a kezemen. Nem sokkal nagyobb a DJI drónja, mint ez a poloska. Igen. Szóval, hogy azért ad egyfajta szabadságot az, hogy így telefonon keresztül is vezérelhető. Ha meg hogy le tud állítani a felvételt, meg újra tud indítani. Igen. Szerintem ez jó, és viszonylag egyébként eléggé gyors az adatátvitel. Abszolút, meg elég responszív. Tehát ha megnyomom, akkor történik is azonnal, annak ellenére, hogy egészen messze volt a Igen, gép. Tehát ez a távolság már talán egy utazás alkalmával, ez bőven elegendő. Csak egy picit más perspektívában mutassuk be a dolgot, nem? Igen. Jó. Mi lenne, ha elővennénk a rollert, és akkor egy kicsit bennél nézzük meg, hogy meddig követlek. Lássuk!
Na, mit gondolsz most már így, hogy így repültél vele egy picit? Jó, én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy ilyen pici drón, nagyon-nagyon okos. Főleg ez az AI követés, ez szuperül működik. Tehát jött utánam nagy tempóval, ahogy megálltam egyből befékezni, látványos is nagyon. Igen. Én azt gondolom, hogy ilyen rövid utazásokhoz tényleg arra, hogy az ember csinálja pár látványos felvételt, biztosan egy ilyen best buy dolog. Most már csak tényleg az a kérdés, hogy a felvétel minősége milyen? A videó ezen részén most egy picit megállnék, ugyanis megnéztem a felvételeket, már számítógépre töltve, és valóban beigazolódott az a gyanúm, hogy amiket egyébként a teszteken is láttam már, hogy nem igazán jó a képminősége. Hiába 4K 25-30 FPS tud, ha az őszinte véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor ez olyan kínai kamerás felvétel. Nem tudok jobbat mondani rá, pedig én aztán nagyon szeretem a DJI termékeit, nagyon sok DJI eszköz használok, én is a gimbalt, a drónt, előző drónjaim is mind DJI voltak. De ennek a képminősége szerintem majd a Neo 2-nél fog beérni. Ennek a drónnak a képminőségét is képesek lennek feljavítani, hogy egy részlet gazdagabb, egy szebb felvételt kapjunk, akkor tényleg egy nagyon-nagyon jó választás bárki számára, de ez olyan alacsony ez a képminőség, ez annyira gyenge, hát talán telefonon, talán sztoriba, vagy nem tudom, felvétel kiegészítésként valamit tud nyújtani, de ennél többre nem is igazán alkalmas, és még abban sem vagyok biztos, hogy oda is elegendő. Ez az egy baj van vele. Na, folytassuk a videót. Szerintem egy ajánlott dolog. Nem kapok érte semmilyen plusz, tehát én azt gondolom, most ez a pár perces kis teszt, én azt gondolom, hogy biztossá tette bennem, hogy tényleg kell egy ilyen. Ezért a pénzért az ember tényleg berakja a táskájába. Aha. És egyébként is tudjuk nagyon jól, hogy ha csak az utcasarokra mész, és látványos fotót akarsz készíteni, akkor is hasznos kis társ lesz ez, mert tényleg teljesen más perspektívából tudsz fotókat készíteni, mint telefonból. A ezerszer jobb például szerintem egy selfies képhez képest. Na és hát ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek a teszt, én élveztem, és sokkal jobb lett a véleményünk így, amit gondoltunk volna, hát, ugye? Szkeptikusak voltunk egy picit, mi is azért Balázsral utána néztünk róla a tesztvideókat. Én azt gondolom, hogy engem meggyőzött, jó? Szóval továbbra is hangsúlyozom, semmilyen szponzoráció részemről nincs ebben. De köszönjük a drónt a drónkuckónak, aki elküldte a tesztre, de tényleg nem fizetett érte senki, ez tényleg az őszinte véleményük, és soha nem várja el a cég sem, hogy esetleg más mondjunk, mint ami a valóság. Szóval köszi drónkuckó, hogy ismét elküldtétek a legújabb DJI terméket. Ha kíváncsiak vagytok a készült videókra, fotókra, amit Kanadában jó esélye ezzel a kütyüvel fogok készíteni, igen, akkor kövessetek engem is. Garbár Tamás néven megtaláltok a social media felületeken. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett ez a rész, akkor dobjatok egy lájkot, kövessetek be minket, az elérhetőségeink itt lesznek a leírásban, és írjatok meg kommentben, hogy mi a véleményetek erről a drónról. Találkozunk a következő videóban. Ciao. Always first to the finish line, first to the plate when it's dinner time, first to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit him with a rhythm rhyme, Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah you know that I'm finna shine.